Sziasztok, üdv mindenkinek, Sövestyén Imre vagyok. A mai kis videóm egy kihívás videó lenne, hát értem, még nem csináltam, lehet, hogy ez lesz az első és egyben az utolsó, majd meglátjuk, hogy tetszik nektek. Mégis itt a kihívottaim lennének inkább a lényeg, hogy elfogadják ezt a kis kihívást. Várjátok meg, közben kézzel tartom a kamerát, kb. Jó fény is. Tehát saját testsúlyos fekvenyomás kihívást szeretnék csinálni, ami azt jelenti, hogy ráállunk a mélegre, éppen az aktuális súlyunkat megmérjük, és azt az adott súlyt kell felrakni a fekvenyomó padra, és azzal kell minél többet csinálni. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy jó, van te 90 kiló vagy 100 vagy valamennyi, és neked mit tudom, hogy 100 kiló, mert mondhatnám, hogy legyen 100 kilós való fekvenyomás kihívás. Tehát most vegyük például Fekete Mikit, mert őt is ki akarom hívni. Tehát ő neki 100 kilóval fekvenyomni azért könnyű lenne. És ezért akarom, hogy a saját testsúlyt, tehát az igazságos, tehát a saját testsúlyt mindenkinek könnyedén ki kell nyomni fekve, ez így reális, én úgy hallottam. Valamint akkor mondják, hogy igazán erős valaki, hogyha a saját testvérnek a másfélszorosát is kibírja nyomni többször. Na de most nem ez a lényeg, hanem a saját testsúlyos fekvenyomás lesz. Szépen most fogom a kamerát, odaállok a mérlegre, megnézzük, hogy éppen most az aktuális súlyom mennyi, annyit szépen felrakok a fekpadra, és akkor hajrá, ki mennyit bír. Na szóval. Ami azt jelenti, hogy most pontosan 4:08 van este. Hát így melló után csinálom. Akinek van egy kis esze, az reggel csinálja. Tehát én is, hogyha reggel fölkelek, 81:30-82 körül vagyok. Ilyenkor estére már nyilván az embernek több a súlya, eszik, iszik, tököm tudja. Tehát akinek van egy kis rafkója, az reggel megcsinálja, viszont nem hiszem, hogy reggel bárkinek van kedve akár 80-90 kilóval fekve nyomni, vagy eljutom terembe korán reggel. Tehát annyit kérnék, hogy ez a mérés utána egyből, vagy mondjuk jó, mert ti terembe vagytok. Igen, mert azért akarom ezt most csinálni, mert úgy voltam, a termek kinyitottak. Na mindegy, mérjetek egy aktuális súlyt, és akkor aztán elmentek a terembe, vagy ki hol tudja ezt megcsinálni, és akkor ott felveszitek, ahogy nektek sikerül. Én is most lemértem a súlyomat, nem is killódok semmivel, hanem már megyek is, és nyomom fekve a súlyt, ha bár egy vágás lehet, hogy bele fogok tenni, mivel kisgatyább vagyok, és hogy nem akarok fekve nyomni, azért valamit csak fölkapok, úgyhogy akkor szerintem mindjárt jövök vissza. Na tehát a súlyom 82,3, 82 felett felpakoltam, 10-es a rúd, ez a két tárcsa, ez 15-15, feltettem két 2 és felest, nem tudom, látjátok-e, igen, és egy 1,25-est látok. 1,25, ez egy pontosan 82,5 kiló, tehát akkor mert a fekvenyomás, az a lényeg, hogy minél többet kinyomjunk belőle. Annyit még hadd mondjak el, hogy mi a szabályos. Én is igazából ilyen vászélesség körül szoktam fekvenyomni. Minél, ha szűkebben nyomjuk, én úgy hallottam, annál nehezebb. Tehát én mindig is így nyomtam. Tehát, hogy amikor másfél éve elkezdtem edzeni, én azóta egy vászélességbe csinálom. Valamint nem akasztom így ki a könyökömet, mert én azt hallottam, hogy ha kiakasztod, akkor ott lesz a súly, és akkor a melledről lejön a terhelés, tehát ezt sem hiszem, hogy szabályos, hogy így kiakasztod a könyököd, mert akkor már a karoddal tartod, nem a melleddel. Tehát én azt mondom, hogy az nekem az a szabályos, és engedjük le mellig, és akkor nyomjuk kidáig. Tehát egy ilyen mozdulatot, tehát ne pumpálás, ne ez legyen, hanem azért nyomjuk ki, de viszont ne akasszuk ki a kezünket, jó? Nekem ez lenne az én feltételem. A kihívottaim Fekete Miklós lenne, Tari Ádám, Torma Valentin, a Sportaholikos srácok és Dennis Burkhardt. Hát még Chris Hong gondolkoztam, de nem tudom, hogy most ő mennyire tud edzeni, mivel kint van. De mindegy, ezek közül a pár ember közül, akit felsoroltam, ha már egy-kettő elfogadná a kihívást, annak nagyon örülnék, nagyon megtisztelne vele.
engemet, nyilván ezt most én nem azért csinálom, hogy most felvágjuk, vagy benőzek, vagy valami, hanem látom így egymás. Én ezekre mindegyikre szinte fel vagyok iratkozva, rendszeresen nézem a videóikat, jó, még másra is fel vagyok iratkozva, például tanulom magamra, de hát ott is nem hívhatom ki egy fekvőnyomásra, ha olyan fizikum van, úgyhogy szóval én rájuk fel vagyok iratkozva, nézem rendszeresen is a videóikat, úgyhogy én nekem megtiszteltetés lenne, hogyha engem is bevonnának az ő kis közösségükbe, tehát az én kis kihívásom eljutna valamilyen formában hozzájuk, és el is fogadná valaki ezek közül, legalább egy vagy két ember. Amúgy sejtem, hogy ki nem fog vele foglalkozni abszolút, mert nyilván én videózás körökben sehol nem focizom, minimális a nézettségem, meg a feliratkozóim is, de én büszke vagyok erre, amit elértem eddig is, úgyhogy nem is ez a lényeg, hanem hogy még egyszer a kihívottaim, Fekete Miklós, Tari Ádám, Torma Valentin, Denis Burkhard, meg a sportaholikos srácok, talán még ott van a háromharmad, majd Chris Ho, vagy még Pumpet Gabó is akár, tehát őráig gondoltam, hogy ha ezek közül valaki elfogadná, az nagyon jó lenne. Mindegy, nem beszélek annyit, kezdjük, 82,5-el vagyok, tehát az én testőm 82,3 volt, tehát 82,5-el nyomok fekve. Hajrá! Na srácok, ez 27 vagy 26 volt, ha jól számoltam, nem tudom. Hát benne mennyi lett volna saját testsúlyossal. De viszont gondolkozom rajta, hogy legyen egy 100 kilóval való fekvenyomás is. Na mindegy, tudjátok mit? Legyen az is. Felgólom a súlyt 100 kilóra. Nem is nyomom ki a kamerát. Azt mondja, hogy... ezeket leveszem. Azt mondja, hogy... ez így eddig akkor... 70. Felgólom rá két tízest. Tízes, de amúgy vártok tízes, de azért megmutatom mérlegen. Nem mondjátok, hogy izé, csalok. Tehát 10,9, tehát majdnem 11 kiló ez is. Ezt visszaállítjuk, így. Tehát ebből feldobok kettőt. Azt mondja, hogy eddig 90 kiló, és kétszer 5 kiló. Két-kettő is feles megy még rá. Nem tudom, látjátok, ez 5-5 kiló, ami azt jelenti, hogy akkor így lesz 10. És ugyanúgy a másik oldal is. Két-kettő feles. Na, azt mondja, hogy ez így akkor pontosan 100 kiló. Hú, nagyon jó lesz így fáradtan. Lehet pihenem kéne egy kicsit. Iszok egy kortyot. Kilo.
És meg is húzódott a mellem. Úgy számoltam 12. Hát lehet, hogyha kipihenten feküdtem volna alá, szerintem olyan 15-17 kiment volna. Na mindegy. Ezt még így érdekességképpen dobtam be. Tehát várom a kihívottaim reakcióját. Ha nem is fogadják el, legalább valamiféle kis visszajelzést, azt nagyon megköszönnék. És tényleg nem akarok ezzel senkit megsérteni, nem nagy képűség, meg semmi, csak hát most ezt így ilyen videót még nem csináltam, gondoltam, talán érdekes lehet. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és kérlek valahogy, ha bármelyik őkre fel vagytok iratkozva, juttassátok el nekik. Tehát Fekete Miklós, Tari Ádám, Torma Valentin, Denis Burkhard, Sportaholik, Pumper Gaba és 3/3. Ezek közül valaki, ha nézi ezt a kis videót, látja, és esetleg elfogadja az én kívásomat, azzal nagyon megtisztelne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a kis videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és Sebes Imre voltam. Hú, vártok, nekem rúgnom kell egyet. Hú, vártok. Nem látszik. Húha, nem készültem a rugásra. Tehát ez az én védjegyem. Na, szerintem így látszik. Szóval, drász útjesz! Várjátok, lehet, hogy tudok egy ilyet is. Csak félek, hogy az ajtó... Várjátok, félni fog. Na, mint egy. Sziasztok!